Na, sziasztok fiúk és lányok, én Béturbo vagyok, és amit láthatjátok, ezúttal a Battlefield 4-en játszom Lonesome Dome nevezetű pályán a Domination játékmódba. Amelyik fegyverrel most menni fogok, az az OK-5C. Na, ezzel a fegyverrel körülbelül egy durván egy fél órát, ha TDM-eztem, hogy meglegyenek azok a dolgok, amiket én úgy nagyjából szeretek, úgyhogy szerintem most nézzük, hogy Dominationben hogy is szerepel ez a fegyver, illetve hogy milyen ez a fegyver, hogy nektek szimpatikus-e vagy sem. Na, gyorsan le is születünk. És azonnal írtsuk a népét az ellenfélnek. Kíváncsi vagyok, egyáltalán hány pont van vissza? Még nagyon sok. Ja, amúgy hardcore szerverre jöttem föl, mert így szerver update után, illetve játék update után nagyon kevés szerver van. Hoppá, még hitjelzés sincsen. Úristen, de rossz. Nagyon rossz, bakker! Nagyon rossz. Jó, ez velem van. Legalább annyit ír a játék, hogy ki van velem, ki van ellenem. Hála az égnek, legalább ennyit ír. Te velem vagy, te szar! Miért lősz? Itt balra kint nagyon sok lesz. Hopp, ott is volt egy. Be is pótolta az eddigi lőszerhiányt. Ne szórakozzál már velem! Itt hallom őket, de szerintem itt fönn söttenkednek. Oké. Te is meg vagy? Anyám! Hoppa, én már veletek vagyok, engem ne lőj. Szedd már azt a nyavajást! Veled vagyok, rám ne lőjél, mert... Boruljász! De beszartam tőled, hallod? Ott volt valahol egy gyerek! Ja, hogy nincs több lőszerem! Az király! Hoppá, kocsonya! Elpusztultam! Ez nagyon furcsa, hogy nincsen hitjelzés, ez nagyon furcsa, hogy nincsen, semmi jelzés nincsen a térképen, csak annyi, hogy mennyi az állás. Azt sem tudom, mennyi lőszer van a tárba, hallod? Nagyon furcsa. De jó, mert így legalább többet látok a pályából, illetve abból, amiből látnom kell. Ó, jó van, megvagy. Itt vannak benne ebben a házban nagyon sokan. Huhu, meg fog halni. Ott van még fönn egy... Dögölj már meg! Még egyszer kinézze ott. Jó van, assziszt. Hála az égnek. Legalább meg ott! Turbo died. Na, akkor menjünk. Én próbálom elfoglalni az át, bal oldalról bekerülöm őket, mint egy kis izé nyuszika. Hát ha összejön, hallod. Nagyjából próbálok spotolni, de ott vannak fönn a tetőn, ott csillámpón is kodnak. Úristen, csak jöjjön össze! Kérlek szépen, Istenem, aki a mennyországban van, légy szíves, ha létezel, segíts most ebben, hogy ez meg összejöjjön. Szuper, feljutottam, csak értelme nem volt. Ez meg itt egy olyan szoba, aminek úgy szint értelme nincs. Na úristen, azt hogy fogom onnan kilőni? Sehogy. De, kilőttem. Na? Claymore, fel fogsz benne robbanni. Jó, már megvagy. Balról elméletek nem jönnek, mert a gránátot dobtam, ami nem robbant. Objective Alpha has been neutralized.
Hoppá, szomszédházból lőnek. Nem baj. Kirobban a szemem. Onnan lentről dobta a gyerek pedig. Hoppá, az irodából kilőttük a srácot. Engedj mát. Ez milyen fegyver? Ott fut. Látogassuk meg? Nem először elfoglaljuk ezt, hogy ennek a játékmódnak ez a lényege. Srácok, most pont ahonnan jöttök, oda mentek be. De hát ezt ugye mondhatom nektek, hiszen nem beszélgetek velük. Hú! Killed in action! Nem baj, megöltem. Nem baj. Ez az. Gyorsan foglaljuk is vissza. Inkább oda megyek, ahol kevesebben vagyunk, mert itt akkor lehet valamiféle... Delta Force. Csapattársam kiukasztotta a púzómat. Köszönöm szépen. 13/4, hát... Egész jó annak ellenére, hogy... Hardcore-ba tolom. Szerintem ez a második eset, hogy hardcore-ba játszom. A púzó lövés. Pont most magyarázom, hogy milyen esetlegesen, milyen jól játszom, vagy esetleg jól játszom, vagy bármiféle ilyesmi, ezt erre meg kapom a popsi lövést. Én csak ide feljövök, mert ez nagyon jó hely, csak tudjak valamit alkotni innen. Ó, hogy verjem meg a füledet, hogy ott voltál jobb oldalt. Hogy pöcköljem így meg a fű zacskóját. Jó, az nekem nem egy szerencséseink, hogy inkább megyek máshova. Oké. Begyógyult a seb a lábadon. Hála az égnek. Na, merre lehet az ellenfél? Onnan fognak jönni. Meg ott futkároznak. Meg ott. Csak kilövitek hatan. Ott futkároznak. Jó, te ott élsz! Azt hittem, hogy egy halott vagy. Hoppá! Jó van, double kill. Nagyon szép. Hoppá. Kiegészítő a fegyverre. Még valaki? Ott fog még fönn egy... Jó, most a... Killed in action again. Pórul jársz, Turbo. Mindig pórul jársz. Jó, akkor oda nem születünk le. Egész jó. Score-t is innen kell néznem, hallod? Jó. Haladjunk. Még valaki? Itt még előttem sokan lesznek. Mi az velem van? Bakker? Átmentek a B-re az összesen, ha összes ellenfél halad. Hoppá! Hoppá! Ez az! Nincs lőszerem!
Nem baj. Aha, jó, M16. Szuper. Akkor ezzel kattingatnom kell, mint egy ló. Turbo majd legközelebb. Jaj! Jó, te velem vagy, jó van. Ó! Ó! Meghaltam, bakker. Egész jó ez az alkás fegyó, ez úgy eléggé bejön. Eléggé bejön. Hoppá! Oké. Okay. Turbo is vezetve meghalt. Deploy. Na végre. Mennyi pont van még? Ki fogunk kapni amúgy. Hoppá, elnézést, sorry. Ott vannak távolba. Nehogy lelőjenek, mert azonnal izé lesz. Szomorú szamuráj. Azt túl lehet ezt a turbó. Well done. Pedig mi lehetett ott volna? Úristen! Ha nem lőtt volna el rögtön. Bakker! És már hallom a végszót. Áj, nem jó. Kikaptunk, bakker. Hogy verdessem meg a fültevedet. Igen, kikaptunk, bakker, kikaptunk. Jaj, pedig ez nagyon-nagyon izgalmas meccs volt, ez nagyon jó meccs volt. De hát, sajnos kikaptunk, nem baj, ez van. Majd a következő mérkőzésen ügyesebbek leszünk, illetve leszek. És akkor majd nyerünk. Hát itt még a végére egy csomó mindent hibázok. 33-11. De jó, leszületek és meg is halok! Hát ez aztán brilliant, bakker. Super, awesome. Ott fut. Ott is van egy. Hopp, futás van. Oké. Itt vannak jobbra. Bakker, csak kettőt tudtam megölni. Hogy verdessem meg a füledet. Diabolo 93. Hoppá! Bakker! Mi volt pedig ez? Ja, itt nem lehet még ezt jegyezteni. Oda még menjünk vissza gyorsan. Állj! A fenébe. Kikaptunk. Na mindegy. Ez volt az OK5C videóm. Sziasztok! Mondjam!